Gyakorlaton a Szent Anna Hivatásunk Önvezeti Tűzoltóság, illetve a Pécsi Mission mentőcsoport, vagy a Pest Mérkutató mentőszolgálat közösen azt gyakorolta, hogy hogyan és mi módon lehet zárt térben, szűk helyeken, akár egy kis vízzel való nehezítéssel olyan szemét menteni, aki öntudatlan állapotban és feltételezhetően gerincsérült. Erre a legjobb lehetőség az a AquaVirt csúszdáiban volt, ahol a különböző átmérőjű csúszdákon ezt begyakorolhattuk. Ez a három szervezet régebb óta együtt dolgozik, most fogalmazódott meg egy olyan közös munkakedv, illetve olyan lehetőség, olyan pénzügyi háttér, hogy össze tudunk rakni ebből a három szervezetből egy olyan nemzetközileg is elfogadott és minősítető kutatómentő csapatot, akivel mind Magyarországon, mind pedig a nagyvilágban tudunk dolgozni. Ebből a három szervezetből a tűzoltók, tehát a szemben egy tűzoltóság értelmeszerűen a műszaki mentő hátterét adja, illetve nagyon sok felszerelés és hozzájárul a csapat kialakításához. A Pécsi Mission a mentőcsoport pedig az egészségügyi személyzet, és mi pedig a mentőkutyás részlegét adjuk ki ennek a csapatnak, így lesz egy nagy kerek egész, illetve a logisztikai háttér is a mi feladatunk. Jó vagy? Minden rendben, semmi nem fáj. A fő feladatunk az volt, hogy ilyen szűk járatokban a haladást, illetve adott esetben személymentést gyakoroljuk. Beküldtek minket ebbe a járatba, és ahogy jöttünk, menet közben találtunk egy személyt, aki valószínűleg nem tudta, hogy hogyan, merre esetleg megijedt, és őt kellett segítenünk, hogy kijusson ebből a talagútból. Meg kell nézni, hogy ugye sérült vagy nem sérült, de hát a megfelelő eszközökkel biztosítani kell azt, hogy ő is épségben, illetve mi is sérülésmentesen kijussunk ebből, mert ugye ha mi megsérülünk, akkor rajta se tudunk segíteni. Maga a helyzet, amit gyakoroltunk, tehát az, hogy a csúszdába beszúrva valaki, ilyen nem szokott előfordulni, előfordul az, hogy esetlegesen esik a gumiról, beüti magát, de akkor a személyzete is mértékben ezt el tudja látni. Itt igazán, amire alkalmas volt ez a csúszdapark, hogy egy nagyon nehéz körülmény volt, tehát a pára miatt csúszós felület volt, így a vízes mentés hajtottunk végre, tehát a csúszda közben működött, tehát nehezített a mentést, a közlekedést, a mozgást. A sérültet olyan pozícióba kellett tenni, hogy akár mi is akadályozhattuk úgy a sérültnek a túlélés esélyét, hogy nehogy is egy tudodolasztottuk fel a vizet, és akkor ezáltal a sérült el tudott merülni a vízben. Tehát itt a környezetet tudtuk nagyon szimulálni, és hát ez egy rossz látási viszonyok mellett egy zárt éve történő mentés volt, amit bárhova lehet modellezni, de maga a környezet alkalmas arra, hogy egy barlangi mentést, vagy nagy isten bármiféle épületomlást szimuláljunk, ahol bármikor előfordulhat az, hogy közmű sérült, tehát azok azok, hogy egy vizes helyszínen dolgozunk. Nagyon érdekes volt, a mentőcsoportunk ilyen, mert még korábban nem találkozott. Mentési szituációt gyakoroltunk a csúszda rendszerből, ugye, ami nagyon veszélyes környezet, víz, csúszik, stb. A mentőcsoportunkból nagyon sokan az egészségügynek a különböző területein tevékenykednek, és gyakorlatilag a gyakorlat alatt a sérülteknek az ellátása volt a mi feladatunk, a műszaki mentőkkel kiegészítve. Ennek a gyakorlatnak az a lényege, hogy egy nemzetközi mentőcsoport álljon össze, hogy ennek lesz a Michelin mentőcsoport az egészségügyi háttere. Mind a három szervezet 1%-okból, illetve adományokból tartja fel magát, így hogyha valaki úgy gondolja, hogy támogatja a munkánkat és jónak tartja ezt a kezdeményezést, akkor természetesen szívesen vesszük, és idejében is 1%-kal lehet támogatni a munkánkat.